Több mint 800 elsős ül szeptemberben a belvárosi állami iskolák padjaiba. Idén sincs könnyű dolga a szülőknek, hiszen az iskolakezdés ebben az évben is sokba kerül. Vannak diákok, akik ingyen kapják a tankönyveket, de ezek mellett még nagyon sok mindenre van szükségük a gyerekeknek. Habár már a legtöbben beszerezték az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, még mindig akadnak olyanok, akik most érkeznek a papírírószerboltba. Idén a lányoknál az egyszarvú és a flamingó a kedvenc, a fiúknál pedig a Star Wars és a Lego motivumok. És ahogy azt láttuk, általában a választásban a gyerekek döntenek. De nem csak a füzetekről kell dönteniük az iskola előtt állóknak. Stábunk a kecskeméti Alföld áruház papírírószer részlegén járt, ahol megtudtuk, hogy a legtöbb diák listát kap arról, hogy mire lesz szüksége az elkövetkezendő évben. A kevésbé szerencsések pedig más módszert választanak. Mi alapján fogod kiválasztani? Hát nagyjából ugyanazok fognak kelleni, mint amik tavaly voltak. Azok alapján. Azok, akik nem kaptak listát, rendszerint az első tanítási nap után pótolják a még szükséges eszközök beszerzését. A papírírószerbolt osztályvezetője azt is elárulta, hogy a szülők a szinte legalacsonyabb 10 000 forinttól egészen 60-70 ezerig költenek tanszerekre. A beiskolázás legdrágább része a táskavásárlás, de a tolltartók és tornazsákok közül is akadnak olyanok, amik több 10 000 forintba kerülnek. A rengeteg kiadás mellett azonban nagy segítség a szülőknek, hogy 9. osztályig a gyerekek ingyen tankönyvekben részesülnek.